mint egyes őrszem. Egész Dandarberont. Először ennek itt apját megölték, majd fiat fut el. Önbújtosás a vérengző oka. A nép zavargó, lázas gondolkozás és beszédi a jó Polonius miatt. Kitől süttyomban eltemetünk. Dőreség volt. Ó, Gertrude, ez mint gyilkoló pokolgép, több helyen fölösleges halál. Jaj, miféle lárma ez? Felséges úr! Fusson, szaladjon! Az óceán, ha korlátig kiront, nem nyeldesi mohóban a labány, míg lázadó csoport érén az ifjú Laertész győzi hű szolgáidat. Alávaló király! Add vissza atyámat! Nyugton, jó Laertész! A vércsepp megnyugodt fattyúnak ordít. Atyám kappannak, és ringyó nevet süt hívanyámnak, oly szeplőttelen szűz homlokára. Mi bajod, Laertész, hogy pártütésed így óriás putat? Hol az atyám? Meghalt. Nem által. Hadd kérdje ki magát. Meghalt. Te hogyan? Szembe kötösd, itt nem játszunk velem. Pokolba hűség. Eskü ördögököz. Lélek, kegyesség, a gyehenna tűzbe. A kározattal szembeszállok én. Hadd jöjjön, ami jő. De az atyámért bosszút állok busásan. Laertész, úgy van-e megírva bosszútban, hogy vesztőt nyerőt besöpressz, ellens, barát? Ne, csak elleni. Most úgy beszélsz, mint jó fiú. S egy igaz nemes, hogy én a tedben ártatlan vagyok. És bánatodban buzgó részt veszek. Értelmed azt oly tisztán fogja látni, mint a napfény szemed. Mi ez? Miféle lárma? Szít fel, hagy belőm nap! Sós könnyű mariki szememből minden lát erőt. Istenre, őrültséget súly szerint meg lesz fizetve, hogy süllyed a mérleg. Ó, jó húgom, kedves, kedves leány! Bünkösdi rózsám, szép, Ophélia! Van a régen neked nem adom. Mi van az a hóeke? Az megint ma. Kicsit balos vagyok, mi? Figyel a gáta, nézd meg! Bajum-bajum, bajum-bajum. Figyelj, de hallgass meg! Na, ez az igaz. Ja, ezt elmondtam, ilyet nem hallottál te. Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már az. A zavarja fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. Na, az Szűz Máriáját, hát már ezer éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádió? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Van, amit két nappal előtte, hát ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom az puff mindjárt eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele. Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott? Hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza. Mama! Ha ébren van, ne álmodjon! Istenít neki! Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama! Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te?
Most már annyira átmentünk koldusba. Olyan vastag a bőr a pofánkon, te, hogy az valami... Hát emlékezni arra a tévéműsorra, a vitrai műsorra, az a telehere. Hát, és ahogy nézem, egyre inkább mindenkinek tele lesz. Na most, amelyikbe a pénzt felajánlotta a múmia, emlékszel rá? Na. Tudod? Azt mondta, adok még majd 60 ezret, ha megmurdelek. Anyukám, gyerünk, hát most kell a pénz. Hát, hát később a régen is ad. Hát mondom, nyugalom, mama. Bemondták, és kész. A harangok Rómába mentek. Nyugalom. Nem kell idegeskedni, mama. A csillagok azok maradnak. Na, azért ennek jobban örülhetné. Szóval mondom, nyugalom, mama. Bemondták, harangok Rómába mentek. Amíg ilyet mondanak, addig nincs baj. A baj majd akkor lesz. Azt mondják, hogy elvtársak. Azért nincs mit enni, mert bőjt van. Na de ilyet nem mondani. Ma jövőre. Elvtársnő, belépője van? Ma a bejáratnál kötekedik. A vasedény, nézd meg. Belépője van. Bolond is lennék, normálisnak lenni. Normális ember nem tud inni, enni, tudod magadról. Nem alszik hétszám, szabálya a gond. Bolond is lennék, ha nem lennék bolond. Nekem elment az eszem, emberek. Én már semmi, de semmi nem idegeskedek. Nekem elment az eszem, tehát volt, mondom igaz, akinek nem ment el, még nem biztos, hogy van. Bolond vagyok, ezt büszkén vállalom, nekem a felsőbb szervekkel van pár bajom. Szem, a fül, a szaglás, ide fenn a padlás. A szám kicsi, de az átlag sem nagyobb. Jaj, jaj, jaj. Bennem az bolond, hogy normális vagyok. Ha jó a szemed, be kell csukni valakit. Ha jó a füled, menj, menj, menj távolabb. Két évenként hazajössz. Ha jó az orrod, sinem vagy. Minden hiába, valami bűzlik Dániában. CB 23-52, minden taxis menjen ki Ercsibe. Mi van, király? Becsajoztál? Szabad egy táncra. Valahol érzed, a hivatalban csak-csak-csak utolér. Gyanús az illat több iparágban, valami bűzlik Dániában. Ne sápadjál ki szemüveget, Dániát mondtam. Kebbel művekről szó nem volt. Ne kevedd össze a szavakat, sok a szemét, és szemétcserék nem hoznak végső megoldásokat. Ura, légy szíves, fogd be a számat! Fölé ment, uff! Uram, uram, rám ne haragudjál, uram, mert én becsületes vagyok. Engem nem vettek fel a jogi egyetemre. Én ügyész már nem lehetek.
csak maximum tisztességes benzinkutrabló. Tévé kékfénybe láttad őket? Két korosztály volt. Az egyik a megtévedt. Szóval neki a rendőr, miért rabolta ki? Elvesztettem az Ergo lemezemet. Meg anyámnak az ergós üvegét. Otthon mindenem megvan. Van hifi tornyom, meg videóm. Izgalomra vágytam. Na, Pubi! Ha legközelebb izgalomra vágysz, akkor ott van mindjárt a jobb kezed. Tudod? Hát, nem mondom, babra munka, de hát... izgalomra vágy. Mivel a változatosság gyönyörködtet, utána a balalsó madárfogás. Ha-ha! És a végén nem kell szakítani. Tudod, hogy van, szerencsét. Az idősebb korosztály egy ilyen közművelt barom volt. Na, hogy történt? Mindjárt mondta a rendőrnek, hogy az úgy történt, hogy a raboló az a pénzzel, a raboló elszáguldott egy Dacia-val. Puff, ezen bukott le. Mert mint tudjuk, elvtársak, a Dacia az sok mindent tud. Speciál száguldani az nem. Tudod, hát miért? Hát nem tudhat mindent. Szétrohad, összetörik, mindent tud. Száguldani nem, de most jön be új típus, te nem hallottad? Lehet kérni típusmódosítást, új Dacia jön be. Egy kikötés van, hogy nem szabad előtte magyarul beszélni. Igen, mert visszamondja az apjának állítólag. Nem tudom, hogy ez hogy van. Jó. Atyám, ezt nem hallottad? Akkor te halhatatlan vagy, de viszont. És azt találkozik két amerikás magyar, azt mondja egyik a másiknak. Nem ismersz meg. Szóval nem. Ha nem mond ma, ha nem mondtam. Dehogy nem. No nem. Jó. Ma persze, hogy nem. Hát hiszen, no pláne. Tényleg? Ha no tényleg. Ugyan, de biztos. De nem-e, hát. Ha nem mond ma, hát együtt lőttük a pártházat. Mikor? Melyiket? Ha mikor, melyiket? De ma este hallottad. Uram, egyébként gáz van. Mert nincs gáz. Mi van a csőbe? Mi? Mi? Akkor is valami bűzlik Dániában. Vagy itt. Bolond is lennék, ha nem lennék bolond. Bolond leszek ma este is, ha kell. De hogy titeket bolondnak nézzenek. Bolondolok, de nem viselem el. Ennyi a belépő, és most jobbra akarom mondani balra el. Hogy én miért jöttem ide föl? Megyek a néphöz, várja. 30. évforduló jó telt? Melyik te? Főigazgatási te? Hát a házassági, hát melyik? Alaménium lakodalom, persze. Azt mondta anyósom akkor kedden. Te Géza! Október 21-e van. Mondom, na és? Mit na és? Még kettőt kell aludni.
És akkor mi lesz? Mi lenne, Géza? Október 23. Világra szóló esemény. Nem kell szednem vízhajtót. Na most azt nem értem, hogy a rendőrség miért kíváncsi annyira anyóson vízhajtójára, mert egész éjjel mind az utcán volt töki géppisztolyban. A sok ilyen reakciós meg otthon nyugodtan aludt. Hát ez... Gyerekek! A Madács kamarában akkor este csütörtök volt, és Ofélia előadás volt. Na most, hát a nézőtér akkor is tele volt, mint máskor. Csak volt még plusz 4 civil is. És úgy kapkodták a fejüket, tudod? Hogy... Te meg írod a poént? Ajjaj. Ez tényleg az, ami. Már most rá vagytok kényszerítve. Fölírja a poén. És ennyi észre az első sorban ül. Édesapám. Na nem azért, tudod, a műsoromról eddig is már többször készítettek jelentést. Csak azt a végén kell, nem közben. Na de addig fejbe kell tartani. Tudod? Pulloveredet mi nyomta ki, az akasztó vagy a vállak? Na, szóval, ott volt 4 civil, és kapkodták a fejüket, amikor valamit mondtam, mondom, mi van, vártok valakit, vagy mi az Isten vagy? Aztán kiderült, ilyen ingyombinnyommal tele, egy amerikás magyar aktor, de persze, megjöttek Losziból, ja, az ünnepekre hazajöttek, és hogy kapkod, nem akartak hinni a fülüknek. Na látod, az itt is változnak a dolgok, hamar menték ki. Most kéne. Erről beszélgetni, tudod? Hogy... De tényleg, azért sok minden más most már. Hát például van sajtótörvényünk. Gyerekek, hát nem tudtam, mi hiányzik, aztán most már tessék. Most már ez is megvan. Akkor most már dőzs, mi? A sajtótörvény azt jelenti, hát ha nem tudod, ugye nem azért, hát ha, hogy az újság most már mindent megírhatna. Hát de rossz vagy, úgy értettem, hogy az újság mindent megírhat, pont. Na, ez egy olyan dolog, gyerekek. Na, egy példa. Erről már sok szó esett, de azért még egyszer. Azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta. Hát tudta is a mama. Se Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat. És először kit vágtak fejbe? A kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És mondja, emberek utánam, pófra. Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozás vezetését az ügyész. Televízió elmondta a véleményét, láthattad. Remek volt, na. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt.
hát az újság meg azt írta, hogy volt. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van. Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés. Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje. Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj! De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt. Vagy szegény rendőrök nem is mernek semmit se csinálni, mert, hogy mondjam csak szóval, mi nem mellettük állunk. Szegénykének hát el kell tűrni minden, aztán még felelősségre is vonják, hogyha, ha intézkedik. Hát most Kékfény legutolsó adása. Egy kétméteres rendőr, azt mondja, hát mondtam neki, hogy álljon meg, az meg csak futott. Egy ilyen büdös lábú diszkópatkány, ott az ő. Aztán nem állt meg, azt az orrom elé rugott, akkor aztán megint mondtam neki, hogy álljon meg. Aztán csak futottunk. Na, aztán megint mondtam, hogy álljon meg, mert mind a ketten kezdünk fáradni. Nem állt meg, hanem elővette azt a láncos, aztán gyűjt nekem. Na, akkor elővettem a pisztolyomat, aztán figyelmeztetőleg a levegőbe lőttem. Megijedtünk mind a ketten, az biztos, de az meg csak nem állt meg. Na mondom, akkor a másik figyelmeztető lövést, hogy nehogy tovább fussak, a lábam elé lőtem. A hüvelt ujjamon azóta nincsen köröm. Majd aztán, amikor csak gyűjt nekem, akkor céloztam, aztán rálőtem. Na. Én nem értek hozzá, de hát, ha egy picit. Ezt máskor úgy kell csinálni, az a tetű jön szembe a rendőrrel. Ha én lennék mondjuk a rendőr, akkor így szembe, pum! Aztán a levegőbe kettőt. De a szakértő döntse el, hogy melyiket lőttem először. Na, akkor most kezdjük az előadást rendesen, komolyan, mert soha nem mentek haza. Szóval, igen-igen szeretném megköszönni az illetékes elvtársaknak a bizalmat, hogy a nehéz időben nem maradtam az ulicán, és volt Stratze, na. Vagy a Evnyúv. Igen, az egyirányú. Csak a jó fele mennek. Érted? Na, hadd mondjam már, szóval, szeretettel köszönöm, megint. Nagyon szeretném megköszönni az illetékes elvtársaknak a bizalmat, mert nehéz időben nem maradtam kint, és voltak olyan kedvesek, hogy ide beengedték a bevételt. Igen szépen, hát számolt ki, 500-szor ez azért, az már köfa. Sőt, abban már benne van a tahó is. Vagy nem, az a másik paraszta. A tehó az, a települési járulási hozzáfejlesztési Népfront átvágási házról házra. No, az. Megszavaztad? Ne, de azért bevezetik. Mert demokrácia van, tudod? Nem tudom, a szavazás nálatok hogy végződött, de általában a Népfront az győzött mindenhol. Én hülye két helyen X-re vettem, aztán... Népfront, az győzött a nép. 51,5%-kal. Hogy jön ki nekik? Anyósom, az tudja, ne félj, az... Hát tudja is a mama, az tudja. Géza, tudod mi az 1,5%? Tanácselnök meg az anyja.
Az anyja az még fél. Te kisfiam, nem lesz ebből baj, ha visszajönnek a kommunisták. Képzeld el, Pest mellett 8-10 kilométerre van egy község, 10 kilométerre meg 1000 évre. Ott kitalálta a tanács, meg a hegesztő. Vagy ne, hülyén mondtam, várja, még egyszer. Szóval kitalálta a tanács, meg az apparát. Jó reggelt! Kezdesz pilledni, nem? Na, szóval, kitalálták, hogy a települési pénzből mit építenek, dögöljek meg, ha nem igaz. Temetőt! Ez már valami. Előre, a kommunizmus útján. És itt döglünk meg, ennek van értelme. Temető! De nem már milyen régi típusú, amire kiírják, hogy föltámadunk. Hogyne, mai, tudjon is a temető. Föl, támadunk. Ennek van értelme. Nem mondom, a kis pénzemet befizetném én is, hogyha tudnám, hogy ki mellé fekszem. Csak akkor még mozogjon, gyerekek, hát. Na, aztán, hogy aztán már összemelegszünk a málványlaban utána, aztán eláshatnak, akkor már nem érdekes. És éjfékon lent átmegyünk majd egymáshoz. Tululú, kinek van kukaca? Rendete, szépen, persze. Előbb mondtam, hogy bizalmat kaptam, azért bizalom ide. Bizalom oda, csak beültettek oda egy fülest. Egyik szeme piros, másik meg sárga. Itt szabad sose lesz. Tornázza, tornázza! Olyan, mint amikor a TV fórum műsorában a miniszter kérdést kap. Pingvinezik a Józsi, mi? És a legszívesebben röpülnék. Fogsz, Béla, ha így marad minden. Fogsz, ne félj. Szeretettel köszöntöm a jelenlévő sajtó képviselőit. Pusztantás nekik. Ez most komolyan mondom, nem cikizésből. Szeretem őket annyira, amennyire ők szeretnek engem. Komolyan, olyan béke van most. Vagy nincs tintájuk, nem tudom, de valahogy. Komolyan szeretnek. Itt a példa. A premier előtt egy nappal Országvilág címlapján megjelent a fényképen. Ofélia, politikai kabaré, ez a szeretet. De volt benne féltő figyelmeztetés is. Az első oldalra kiírták, hogy Ofélia, politikai kabaré, a hátsóra meg azt, hogy Szibéria gazdag vidék. Azért már valami, mi? Nézd meg! De azért vigyázni kell, na szóval, mikor valami új műsor van, ki kell próbálni, mert ugye nálunk cenzúra az nincsen, csak hát ki kell próbálni. Ja, hogy van-e, tudod? Kipróbáltuk ezt a műsort is, nem is akárhol. Fogadás volt a BM-ben, képzeld el. Ja, Békás Megyeren. És tudod, tartott a miniszter elvtárs, és nekem szóltak, hogy oda el akarok menni. Na, rossz vagy. Nyugodj meg, te is mennél, ha megtudnád, hogy akarsz. Nyugodj meg. Na, ott a műsort elmondtam, azért mondtam el, mert úgyis visszajutna hozzájuk, tudod? Hogyan? Olyan csatornájuk van, te. Csak soha nem dugul el. Állandóan karba van tartva. Ezt nem akartam én sem elhinni, hogy van ilyen csatorna, de aztán tapasztalatból rájöttem. Laktunk egy hotel szobában, haverok négyen. Három a szobában fenn volt. Én meg, hogy megyek fel, mondom a kis pincér csajnak, hogy csókolom. Hozzam már fel a szobába nekünk 4 üveg sört. Megyek föl, benyitok. Te ezek ott hárman, gatyában. Úgy szitták a rendszert. Hogy melyik rendszer? Nem ide valósi vagy? Pont most, amikor veszik. Melyik rendszert? Nagy választék nincs, az igaz, de... Melyik rendszer? Ezt a VHS rendszert. Azt meg nem tudod melyik, mi? Akkor te szíthatsz mindent, neked szabad. Csak azért kérjél papírt, illetve szédulát. Fele is elég. Na, szóval te, ezek olyanokat mondtak ott hárman. Az egyik azt mondta, ilyet képzeld-e, azt mondta, hogy azért van a patkánynak 4 lába, hogy hamarabb elérje a kukát, mint a nyugdíjas. Meghallják, hülyék!
meg hogy a nyugdíjasoknak azért adják be a tetanus injekciót, mert veszettül érzik magukat. Meghallják, te szerencsét! Hogyan hallják? Ma ide figyelj! Oda mentem a vízcsapot, a csapot kinyitottam, mondom bele a vízcsapba, hogy főhadnagy elvtárs, legyen szíves a szobánkba fölküldetni 4 üveg sört. Kopognak, nyílik az ajtó, ott a kislány, kezében a 4 üveg sör. Na ezek hárman, puf, mindjárt álljultak. Na, kinek volt igaz, a hülyék? Úgyhogy meghallják, hülyék. Na, a kislány megy el, azt mondja az ajtóból vissza. Mi vissz? Mi a baj? Az én meg 2-3 percet késtem, én kellett volna szólni a főhadnagy elvtársnak. Szóval vigyázni kell, tudod? De különben engem szeretnek, képzeld el. Ezt még elmesélem. Kaptam tőlük húsvétra képeslapot, képzeld el. Ha nem a nyúl volt rajta, tojásaival nem. Az én autóm éppen költött. Rájuk. Oda volt írva a fényképre, hogy 87 kilométeres sebességgel lakott területen. Hát mondom, hogy nem stimmelt. Soha nem mentem ilyen lassan. Nem létezett. Tovább nézve az derült ki, megtörtént, kocsiban nem ült senki, üres autó az út szélén parkolt, és egy másik kocsi 87-tel elment mellette. Éberék mindjárt, klacs, lefényképezték. Egy képre a két autót. Nekem küldték ki. Világos, nem? Mert amelyik autó ment, annak a rendszám táblája így mozgott, tudod? Az ennyi meg, mint a hülye, így állt. Az... persze, hogy lefényképezik. Mindjárt írtam egy levelet, hogy kedves Fix Y. Fix, persze, ne viccelj. Azt mondták, egy darabig még marad. Amíg az érdemeit fölismerik. Átolvastam a kreszt, az van benne, hogy lakott területen 60 kilométeres sebességgel lehet menni. De 87-en nem lehet állni. Ez nincs benne a kreszbe. A tételt képzeld el áttéve kis hazánkra, meg a politikai életünkre, meg a comcédra. Egyre gondolunk? Annyi comcéd van te, mint a blokád lenne. Várjál, körülírom neked, várjál. Marha nehéz ám körülírni, szó nélkül. Ott mondta azt a főnök, hogy elvtársak, fel kell készülni a térre. Na, a tél elmúlt, és aki nem fogyott meg, és nem döglött éhen, azt a rendőrség elvitte, mert ellenálló. Ezt csak azért meséltem el, hogy vedd észre, hogy vannak éppen elegem, akiknek az is gyors lenne, hogyha mi állnánk. Figyeld, milyen mozgásom van. Ezért ma leszereltetnek, mi? Falun rengeteg az emeletes ház, a paraszt ma már csak komfortban tanyáz, bár igaz, hogy töri magán, de kombány töré a kukoricát, csak gép után látja, marad sok se lejt, de érte menni nem felejt. Feltűnnek a modern kockaladák, begyűjtik az elhullott kukoricát, puszta földön akkora a forgalom. Ez nem lopás, ez szorgalom. Ez nem lopás, ez szorgalom. Ami a köznek úgyis elveszett, abból az új ladádat könnyen megveszed. És jól teszed, nem kell minden dobra verni. A szomszéd úgyis rám figyel. Nem kell minden dobra verni. Nem csak figyel, irigyel. Mi vagyunk az S-modell, oh yeah. Sies modell, oh yeah. Köves modell, oh yeah. KGST modell. KGST modell. Van hely, meg volt-e? Nyugodtan. Azt hittem zavarlok. Van hely, meg volt hely, meg lesz hely, ahol zsírra, húsra, vajra adnak ki jegyet. Mi van? Van ott rokon?
This without me? Ha, ha. Oda. Máskor ne engedd el térkép nélkül. Van hely hozsírra, húsra, vajra, adnak ki egyet, de egyre mindezt megkapni. Ó, nem lehet. Itt a hús, a tej, a vaj, biztos, hogy drágább, mint tavaly. De itt a hús, a tej, a vaj, itt a hús, a tej, a vaj. Nem kell minden dobra verni, a szomszéd úgyis átfigyel. Nem kell minden dobra verni, nem csak figyel, irigyel. Mi vagyunk az S-modell, el ne S-modell, köves modell, a KGS D-modell, KGS modell. Az emberek ne egymásra lessenek, hanem minél több pénzt keressenek. Ne vesz rajtam. Pedig hidd el, elkövetkezendő 50 évben ezt rajtam kívül más neked többet nem mondja. Ilyen témában nem is érdeklődtek még nálad? Akkor a gazdasági rendőrség, meg az adóosztály még nem volt, mi? Tehát várjál. Annyira meg vagyok ijedve, hogy visszajött a hideg idő, te ezek behúzódnak mindenhova. Nem mondok én oly mazlagot, hogy mi vagyunk a földi gazdagok. Nem félünk engedni a bátrakat merni, akkor talán az országot nem kell dobra verni. Mi vagyunk az S-modell, oh yeah, Sies modell, oh yeah, Köves modell, oh yeah, a KGS T-modell, well, 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 KGS modell. Jaj, tudok egy viccet. Nem vicc, de tudom. Igen, igen, magasrangú rendőr elvtárs oda megy a lángos sütőhöz. Azt mondja neki a lángos sütő. Előtt egészséget, ezredes elvtárs. A maga engem honnan ismer? Jelentem tisztelettel, nyugdíjas BMS vagyok. Csak nyugdíj mellé a kis lángos sütés, ugye, jó, jön, tetszik tudni. Sok sikert, köszönöm szépen. Megy tovább, 5-6 méter, ott áll egy vakkoldus. Előtt egészséget, ezredes elvtárs. Ne vicceljen már, maga onnan is, mert csak nem maga is nyugdíjas BMS. Nem, én még aktív vagyok. Aranytündér világos kertjeim, képzeljétek el. Mit? Kedves vagyok? Ja, azt hiszem, hogy beteg leszek, akkor vagyok ilyen. Mikor bennem van a vírus. Jó, de gribik a vírus. Kérlek szépen, az egyik vezetőnk, aztán meg a másik, azt mondta a televízió, jó, várja, valami beugrott, várja. Szabadság elvtársak. A Videoton gyár meghirdetett egyoldalú moratóriumot, mely szerint, amíg a rohadt amerikai imperialisták nem hajtanak végre föld alatti atomrobbantást, addig a Videoton gyár se robbantja fel a Color Stars TV készülékeit. Szabadság. Azért ez már valami, mi? Hülye Amerika, azt hitte viccelünk. Atomot fölrobbantotta. Nesze neked, másnap Debrecenbe fölrobbant a TV. Kész! Legyen harc, ha harc! Ezt ismered? De ilyet képzeld el! Én nem is tudtam, hogy a Videóton hadiüzem.
sumákba, képzeld, sumákba belecsempészik a televízióba robbanóanyagot, sumákba bele. Megijedtél, látod? Ezzel nem tudnál aludni. De jobb, mint a műsor, látod? A Géza mit urrant az Iza ura? És ebből a televízióval eladnak egy évben 4 darabot nyugatra, ma 4 fasiszta ház, ami leég. Kész. Ezeket nem kell drága pénzé megszállni, csak nyugodtan nézzék a műsort, amire jön a képújság a végén, azért győztünk. El van intézve. Hát na-na. Lefogadom, hogyha a videótomban rakétát gyártanának, az meg nem robbanna. Azon lehetne fogni a csekettőt, mi? Igen, az is egy csapás. Na mindegy. Szóval. Tehát a mentőket láttad? Édes Isten. Na, szóval az egyik vezetőnk, aztán meg a másik azt mondta a televízióban, hogy elvtársak, a legfelsőbb vezetésnek mostantól tovább már nem kell lakkozni. Kibontom, mert így nem eszed. Géza bátya megcsócsálja, várjál. Szóval, ez azt jelenti, hogy a legfelsőbb vezetésnek az embereket mostantól tovább már nem kell hülyíteni. Elértünk egy szintet, elvtársak, kész. Mostantól mindenkinek őszintén meg kell mondani a felét. Az egyharmadának meg kell mondani. Minek lakkozni? Azért, mert fénylik, szaga ugyanaz, ha nem? Van egy példa, erre elmesélem. Hozzánk a lakásba az ablakon berepült egy légy. Hát nem, Oscar díjas, ilyen kis egyszerű. Jó, ilyen snasz mezei. Most képzeld el, megy körbe, nézi a tapétát. Hát mint házigazda, mindjárt mondom, hogy eltátápéta. Hát persze, ezt nem is tudtad rólam. Haha, ne vicceljél már. Itt a Cyril, haha. Itt meg a metód, nézd meg. Ez ennyire tetszik neked? Na akkor mondok még ilyet, várjál. Szórom szét fruti helyet. Nyilván olvastál indián könyveket, tudod, hogy hívják Sólyomszem nagyfőnök 8. fiát? Vosszem. Mekkora hülye vagyok, Istenem. Szóval, megy körbe, nézi a tapétát. Nem mondom, se baj, pajtász, mindjárt eszpriszolnak. Volt kis kacomba az a spray, az a izé-spray, az a na, kemotoximaxi vagy mi az. Az a légyölő szír, vagy szer, vagy a harmadik. Na most képzeld el, jön a légy, minden fejtve rászprisztolok, azt mondja a légy, mi van öreg, sze lesz? Hát én majdnem fölfordultam, a légy, az nyugodtan ment tovább. Ezt az aljjert, Istenem, hát máskor hozom az asszont is. De légy ott. Túlbrud, na ne, pajzász, nem úsztad meg, leszprisztollak valami mással. Előkaptam a szifonérből a hajlakot, rászprisszantottam, nyugodtan ment tovább, lak kezdett megkötni. Szóval légy, nézd már a szentség, ide megöregettem. Puff be levesembe. Szóval azért mondom, hogy nem kell lakkozni. Nézd oda, a szemüveges Hamlet belém van esve. Tony, te nem vagy valódi. Tony, lustálkodol. Tony, már akartam szólni, csak abba van bóni, ha dolgozol. Gyere kivonulni! Tony, jó az utat róni. Hagyd a fülem békén! Tony, Gilingalang, ötvösinkát láttam. Tony, az élet nem hátha, nem repül a szádba. Gru-gru, a sűrt galamb. Hadd gombolyalak ki. Egyre-egyre csak táncikálj. Tőre pult alatt ráncikálj. Romra már kicsit összeér.
négyre nem adnál senkiért. Tóni, te nem vagy valódi, már akartam szólni, hogy rám figyelj. Egyre-egyre csak táncikálj, őre boldogat ráncikálj, romra már kicsit messze ér, égre nem adnád semmiért. Tóni, lám le sem kell tóni, és nem kell rám szólni, már táncolok, diszkótánc. Tóni, ó, de csinálod, kimegyünk Londonba. Arra becsés van, visszafele. Nekem most brekkem van, vagy elsípad a láb. Jaj. Egyre-egyre csak táncikálj, nem vagy való. Őre pult alatt ráncikálj, romra már kicsit összeér. Négyre nem adnál senkiért. Tóni, te nem vagy valódi, lám le kellett tóni, hogy rám figyelj. Tóni, te nem vagy valódi, lám le kellett tóni, hogy rám figyelj. Anyagi gondoktól menekülünk, a világ bankjába bekerülünk. A fakanál kopogjon ne a szemünk. Fekete János a pénzre ügyel, ami nincs senki sem viheti el. Hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Néha a szomszéddal veszekedünk, de azért sohasem verekedünk, csak öregedünk és törekedünk, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. A fakanál kopogjon ne a szemünk. Barát, ha bajban van, mi segítünk. Ez nekem magas. Na, indul a csomagunk, a liba meg gyalog megy. Üzenetünk, nem bírjuk nézni, hogy éhezzen más. Nálunk is okod szolidaritás. Lélekben ott vagyunk, ugye, velük, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Dibim, 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 ribadiborom, rambam. Habasz figyeljük! Keleti-nyugati pályaudvar. Medui, edui, menjen a vonat az áruinkkal. Dollár is, rubel is kedves nekünk. Megoldást keresünk, helyezkedünk. Kinyílt a szemünk és kereskedünk. Hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Nyugati partner, ha ide repül, valami pénzünkbe belekerül. Hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. És mikor kocintunk, ha jön a hörd, konyakos pohárban szobi a szörd, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Tidam, 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 dibiribarabarabam. Rendelet írja ezt elő nekünk,
hogy a fakanál kopogjon, ne a szemünk. Na most segíts! A fakanál kopogjon, ne a szemünk! Ez az! Nem így van! A fakanál kopogjon, ne a rendőr az ajtón! Emlékezz vissza! Hát, azt nem tudták neked az uralkodó munkás osztálynak megmondani, hogy ezek a mezei nyulak a VB előtt ettek tésztát, vagy nem ettek tésztát? Ez olyan nagy kérdés. Na de most már, elvtársak, szabadság, most már, rend van, na. Emlékeznek, új vezetősége van, szabadság, most már jó van, na. Somogyi elvtárs lett az új főnök, na, ez most már így jó. A Pannónia szálloda és vendéglátó vállalat vezérigazgatója. Helyes. Hogy ezentúl futball lesz-e, azt nem tudom. De hogy tészta lesz, az hét szentség. Mondod el. Na most még valami. Én nem azért vagyok pipa, mert a VB-n kiestünk, gyerekek, hanem hogy így estünk. Emlékezzél vissza a szovjet mérkőzésre. Az ellenfél szalad, illetve a szovjet játékos szalad el. Ezek meg így nézi. Közel, így nézi. Hát ez mérkőzés. Hát ezeknek itthon mit mondtak? Hova mennek? Veterán találkozóra? Vagy mi ez? Hát legalább lökje meg, vagy rúgjon bele, vagy valamit. Vagy menjen közel hozzá. Annyira nem sugározhatnak. Vagy mondja, hogy elvtárs, álljál meg, cseréljünk elvényt, vagy valami. És akkor ugye megint minket hülyítettek, a társadalmi munkás úgy kezdte a magyarázatot, idézem, hogy nem gondoltuk volna, hogy a Szovjetunió ilyen erős. A Népszabadság, amióta van, csak ezt írja. Mit olvasol, új embert? Nem gondolta volna. A másik, a jól fésült meg, azt mondta, a kapitány, idézem, hogy az volt a baj, az első két gól hamar jött. Mihez képest, szakember úr? Ugyanis, amikor a bíró beveszi a szájába, az nem azért van, mert jó a sípnak, hanem onnantól az már a mérkőzés, tudod? Hamar jött. És kérdezd el, ő a kapitány. Ez a kapitány, ez ennyit ért hozzá. Ebben a táborban él 40 valamennyi éve, és annyi nem tud, hogy ezek lőnek, mint az oroszok, gyerekek. Na, tudok egy viccet. Akkor másikat mondok, jó van. Hülye fotilveréb. Hallod, mi az? Ah. Mi az? Bagoly, hagyjad már. Ügyelő, hülyéskedik. Lenne időnk várni, megfulladna. Na, a vicc szíveim. Egyszerű mezei vicc, politika, egy szó nincsen benne. Én a műsoromban politikával nem szoktam foglalkozni. Hogyne, bevigyenek. Még egyszer nem nöfél. Most már nem megyek be, még vetítésre se. Akkor másodszor kijöttem először, képzeld el. Azt mondta a kapus, magára rossz fényt vetít. Beszél a gépészen, nevelem. Szerencsétlen. Szóval, villamos megállóban áll két ember. Ez egy ilyen kettős megálló. Na. Maga melyik villamosra válaszolja? A hármasra. És maga a hetesre. Ez a hármasra vár, ez a hetesre. Politikai szó. Jön a villamos. Naj, 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 naj.
ne csitíts. Megállóban meg pláne ne. Majd már mentünk egy megállót. Terv szerint. Gyalog. Ez a hármasra van, ez a hetesre. Politikai szóni. Villamosra ki van írva 37-es. De jó. Legalább együtt megyünk. A lényeg, hogy már menjünk, tudod? Az viszont megoldás kell, mert a fél megoldás az csak a Schusternak, jó, nem tudom, ismered-e. Ha, Schuster az inasát sámfával fejbe akarta vágni. Párfát meg lekapta a fejét. Na, Schuster felesége meg éppen belépett. És így puf pofán. Azt mondja, hogy Schuster így se rossz. Szóval szíveim, fél megoldással nem megyünk semmire. Egy példa a fél megoldásra, mint tudod, ugye, alma termelő ország vagyunk. Na most, egy évben mennyi alma rohadt ránk? Sok, az kevés, ne vicceljém. Hát, amennyit terem, tudod? Na most, hogy ne rohadjon ránk ennyi alma, van már okos fél megoldás, szépen vágják ki a fákat. De már abba hagyták, nem azért, mert az eszük megjött, mert nem lehet kapni fűrészlapot, tudod? Szóval, megoldás kell, és még valami előrelátás. Olyan időket élünk, legalábbis ma délben még az volt. Mit? Hallottál valamit? Hírek nem mondta be. Itthon se. Szóval olyan időket élünk, hogy odaadják ugye a maszek taxit, a kis bótot, a nagy bótot, azt még nem. Várt ki, elkezdték. Várt ki. Odaadják. Az elvtársak előrelátóak. Tudják, hogy ha nem adják oda, mi történik? Ellopják. Na most. Odaadják, tudják, kinél van, reggel vissza lehet venni, kész. Csináltak már ilyet kis különbséggel. Akkor este nem adták oda, reggel mégis elvették. Most odaadják, tudod? És sokan ettől féltik a szocializmus. Nem kelt. Ez a kiút. A szocializmusba. Arany drága szíveim, tudok egy viccet. Anyósnak a veje éppen szolgálatban van. Anyós megy arra kerékpára, hogy... Hova megy mama? A temetőbe. És ki hozza vissza a biciklit? Ez már volt mindig. Szóval ilyeneket szabadna, csak hát az ember nem mindig ilyet mond, tudod, hogy van. Két időszak van, amikor vigyázni kell, no jobban, mint máskor. Egyik a szilveszter előtt, a másik meg mindjárt szilveszter után, tudod? Van egy sztori, ami kimaradt, képzeld el, spiccesen, de játék spiccesen, azt mondtam a televízióban, hogy figyelj, pajtás, ez a tetves szemét munkás elnyomó kapitalizmus. Haldoklik. Ez úgy tetszett nekik. Én nem tudom, ebben hisznek. Hát ha már Isten nincs, kell egy fix pont. Tudod? Nem, nincs Isten. Nem tudtam? Már nincs, Isten már nincs. Sőt, már Muhammed sincsen. Nincsen, se a Sita Muhammed, se a Sumita. Na egyik sem. Már csak a Muhammed Ali van, az van. Nem tudtad mi? Meghaltak már mind. Nem voltam ott a hagyatéki tárgyalás. Na szóval, ezt benne hagyták a műsorban. Lolló innen ment, hogy pajtás, figyeld meg, ha ez a tetves kapitalizmus megdöglik, és elássák. Lenni is jobban fog élni, mint mi itt fönt. És amikor éjfélkor szellemjárás lesz, hogy ne szórakozzát. Azt hittem, magam vagyok szellem, de itt kollektív szellem van. Attól mész a falnak, mi? Szóval éjfélkor, amikor szellemjárás van, hogy akkor nem öljön föl kísérteni, mi megyünk le enni. Azt mondták, képzeld, hogy ez nem szabad el. Nem szabad elmondani szilveszterkor.
önök kérték be május 1-én, akkor meg nem kérték. Televízió volt az a vita, kontra rába, kontra kezerába, meg ez a vörös csillag traktorgyár dolog. Azt mondja a kirúgott munkás, hogy megmondta a Hofi, és meg hagyjanak az egészből. A végén még majd rám kenik, figyeld meg! Mondja, az egészet kicsinálta, az a hülye kopasz. Hát gyereke! Itt egyszer egy kopasz már megkevert a szart. Ne én legyek a második, ez de hogy van ez? És tudod, nem értem. És ugye nekem politikával foglalkozó embernek, hát ilyenkor állást kell állást kell változtatni, és most azt ki mellé álljak, a traktor mellé, vagy a vörös csillag mellé? Dögöljek meg, ha tudom. Anyósom, azt tudja. Tudja is, a mama azt tudja. Géza, te csak ne álljál sehova. Amíg ők nem tudják, merre menjenek, te ne tudd, hogy merre állj. Na meg ma például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom, Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk. Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölftek Lace. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebben a Niza mentőautó van egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre, mert jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életbe. Na meg valamelyik nap, hogy állítólag konszolidációzás van Jemenben, vagy mi van? Konszolidáció. Már jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek. Ugye egyik marxista lövi a másik marxistát. Dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az. Hát tudja is a mama, a tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat. A lényeg, hogy ez szavunk ne legyen. Hidd el, addig jó, míg megy a szekér, aki nem lankad, az oda is ér. Van kocsi genőcs, ha erős a lőcs, nincs vész. Hidd el, addig jó, míg megy a szekér, kocsi rúd nélkül, az nem sokat ér, csak észnél legyél, és maradj a gyeplőnél. Ne mondja senki, hogy most disznókodtam én, azért, mert a kocsirudat emlegettem én. Közéleti helyzet az, ami engem érdekel. Ne vádolj meg engem szexel. Most így hallgass meg. Hidd el, addig jó, a szekér, aki nem lankad, az oda is ér, a kocsi genős, ha erős a lőcs, nincs vész. Hidd el, addig jó, mi megy a szekér, kocsi rúd nélkül, az nem sokat ér, csak észnél legyél, és maradj a gyeplőnél. Ne mondja senki, hogy most politizáltam én, azért, mert a rudat és a gyeplőt emlegettem én.
miért is törődnék én pont ezzel? Foglalkozom inkább szexel. Béla, Béla, állj le! Most így hallgass meg! Hidd el, addig jó, míg megy a szekér, és a nem idáig ér, a kocsi tenőt, ha erős a lőcs, nincs vész. Hidd el, addig jó, míg megy a szekér, kocsi rúd nélkül, az nem sokat ér, csak észti legyél, és maradj a gyeplőnél. Mondd a magad, és ha megy a szekér, fő, hogy rajta legyél, fő, hogy rajta legyél, és azon legyél, hogy jó irányba menjen a szekér. Mondd a magad, hogy jó irányba menjen a szekér. Vigyorogjál, csak vigyorogjál! Neked meg több, mint fél órát kell még ugatni. Ráértek még? Ó, de kár a francba, gyerek. Ülünk ebbe a mara melegbe, nem hogy kimennénk. Ezt elmesélem, képzeld el. Valamelyik este ott ült egy hölgy, illetve egy nő, közben tudtam meg én is. Képzeld el. Itt tartunk ennyi a résznél. Mondom, hogy ülünk ebben a mara melegben, nem, hogy kimennénk, mutatom így a Stracét, meg a Avenue-t, meg mindent így. Nem, hogy kimennénk, azt mondja erre, a hidegbe. Mindjárt megáldottam. Attól lesz pupos. A végén mondtam, hogy aranyanyám, te egy lépés nem menj sehova. Aki ilyen szinten van, arra itthon van szükség. Ez belőle Rubik kocka, ilyen izőből jön. Jön. Neked volt már ilyen kockafejű csajod? Te remek! A fején megáll a sör, képzeld el! Habzik, habzik! Hát ne udvarolj, habzik! Nem is mondottam volt, szoktam imádkozzani is. Melyik füllem csöng? Előre! Volán GMK-sok, ismerjétek meg őket. Kim voltak a kamionversenyen, azért jöttek csak most. Azt mondtam, hogy előre. Oda előre. Első fuvar, elvtársak. Na. Atyám úszni megy. Tudod, mi a dilije? Ő a jégtörőhajó. Apatimból már kétszer hoztuk vissza. Nem szeretnők belepofázni, atyám, de csomó van az övén. Az övén nincsen, csak az övén, nézd meg. Na, hát akkor az ima. Kicsit még várunk, úgy fog röhögni, meg lehet. 500-szor látta, és így röhög, nézd meg. Igaz, első 10-nél ilyen volt, akkor megértette, és azóta egyfolytában. A másikra nem röhög, nézd meg. Most nősült.
Elvette a perseit. Hát rászorult. Anyagilag. Hadd jövök már közelé. Laudétur, siótur. Tóni, azt kérdezteti, ez a másik a faterod? Kicsit babrálhatok itt? Ez a bizonytalanság, mi? Vársz rám, és én megjövök. Nézd meg, ennek barna van, annak meg fehér, látod? Ez a bűnügyi, az a közlekedés rendéltető. Na, nincs ám 9 méter. Tudod, ki alá nyúlja, hülye fakezű. Te gerjedsz. Elemet kell cserélni benned. Most milyen van benned, Góliát? Lapos? Ceruza az nem érdekel. Kedi csókolom, szabad ez a hely. Alélok. Azt hittem, a kútba esek, gyerekek. Olyan vagyok, mint a jövőtök. Mindig rátérdelek a végére. Zima. Téged dicsőítlek, ó nagy úr. Halleluja! Ki az erény csúcsán trónolsz, makacsú. Halleluja! Te bundában is szinte pőre vagy, s a szoc erkölcsnek biztos őre vagy. Akármit dugtál három, oly makulátlan tiszta vagy az ám, mint gatyaszár a nagy mosás után. Te ostorozod az ügyeskedést, és megvetsz minden pénzre rámenést. Nem szereti? Atyám a pénzt. Ő szereti, ő nagyon szereti, csak azt nem szereti, hogy más is szereti. Ő szereti, ő nagyon szereti, csak azt nem szereti, hogy más is szereti. Téged dicsőítlek, ó nagy úr. Halleluja! Ki többet magaddal szónokolsz, vadul. Halleluja! Ki ebédnél egy fröccsöt emleget, szemedben többé ember nem lehet. Egy fél decinek sem kegyelmezel, ütötte szóval és fegyelmivel. A cseresznyét, fúj, ha belem jön ki, gyümölcsként ismered, de undorító pohár nélkül. A józanság az Istened. Ő a piát. Nem szereti? Ő szereti, ő nagyon szereti, csak azt nem szereti, hogy más is szereti.
friss halva, nézd már. Ej! Így, de melybe vágott valaki. Tükörpont, láttam már ilyet. Margit, Margit, ez nem te fogol lenni. Dögöljek meg, ha mögöttem nem áll két pap. Na, helyedre. Pikáns jön, figyeld. Ne neves, akkor nem tudom csinálni a nevet. Komolyan, rendes. Á, undokok vagytok, hát én. Mit mondod, mikor jön? Le van már zárva az ülői út? Mert akkor egy hónap múlva jön. Figyelj, figyelj. Van kapás, mi? Van kapás? Atyám. Érzem a tavaszt, húzom a ravaszt. Nem rög, én még ilyet nem látom. Segíts már nekem, egymaga ez nem magyar, mi? Ja, a lengyel vendégpap. Még minden a bosnyákon áldja a törülközőt, vagy törli a bosnyákot, mindegy nekem. Atyám, lemenjek Pamutba? Az már, de vissza, hogy jövünk. Nem, nem rög és nem rög. Figyeld, rosálok neki, figyeld. Süti-süti pogácsát mamának. Hamuba süti-süti pogácsát. Én még ilyen fejem. Míg a lovak bandukolnak Budán át, megfogták a mellemet a ruhán át. Süti pogácsát. Nem egy tésztás fajta, mi? Elő se veszem neki a szíriai metéltet. Téged dicsőítlek, jó gyerek. Halleluja! Ki az erény boldogságát hirdeted? Halleluja! Szörnyű tiszta lelked iszonya, ha egy nőnek férfival van viszonya. Fúj, de undorító az, sok hülye vegyes házasság. A kapitalizmus felé taszít, ha egy beosztott a főnökkel. La peblu complemento. Papertás. Excuse. Mi? Mi ketten exküz. Mit legy? Úgy van itt fel, mint egy gügyecsap. A szex, a rohadt szemét, improvizmus, ügyecsap. Ügyecsap! Ő a csajokat nem szereti! Nővérkék! A csajokat... Ő nagyon szereti, csak azt nem szereti, az övé, hogy más is szereti. Ő szereti, ő nagyon szereti, csak azt nem szereti, hogy más is szereti. Ő szereti, ő nagyon szereti, csak azt nem szereti, hogy más is szereti. Hadd menni, vigyázz, a gödör van. Ha nem mondom, átlépik. Ilyet én még nem látom. Olyan szíveim, nem tudom, hogy a híre elmentem már hozzátok, de mi most valahogy gazdaságilag nem állunk.
azt az ajtóba szorult édesanyádat, hogy látnálak így két szeggel egy lovon. Elvtársok! Pihenj te lököt! Mi most gazdaságilag igenis, hogy állunk, csak hogy benne. 3 hónapja volt szerencsénk, mert fagyott. Tudod, mi a jelszó nyárra? Nem mozog, mert hullámzik. Most, amikor valami jó irányba már végre el kéne indulni, a tanítóbácsi gyereknek a suliban mit tanít, képzeld el? Oltatót. Most, amikor mind a meszesnek menni kéne, na most langcambi, te buta. Valami ismeretlen költőverse, ha? Úgy kezdődik, hogy lehunja kék szemét az ég, meg hogy, ja, lehunja sok szemét. Sok szemét lehunyhatná, hidd el. Azok nincs kapacitásájuk. A szóval dun alatt alszik a rét. Aludjál szépen, kis elvtárs. Milyen Balázs, hagyjál már a familiáddal békébe. Aztán mindenkit ismerek, mi? Na, szíveim. Szavalás nektek most elmondom, lakkozás, vítés nélkül, amiről szól, remek darab, figyeld meg, meg fogod szeretni, figyeld. Lépésre sehova, figyeld. Így kell mondani, így. Te komoly, tévét nem nézel? Van ez a vers mindegykinek, ez a... Hogy ott ilyen, így. Lehunja kék szemét az ég. Ez azt jelenti, hogy na elvtársak. Nekünk aztán beborult. Eddig sem mentünk, amíg sütött. Hát amikor most már villámlik is, gondold el. Duna alatt alszik a ré. Talajvíz fölgyűjt, hát miért? Emelkedik minden, ő is emelkedik. Mondd meg nekem, de őszintén. Ha a talajvíz szintje emelkedik, akkor magasabban lesz a béka segge is. Mert akkor hurrá, elvtársak. Aludj el szép. Na most a várjál most a leges, még most szebb jön, várjál. A villamos is aluszik. Meg az autóbusz is. És a busz hol azik, ha megfigyelted? Mindig a sorompónál. Én még ilyet nem látom. Ez ilyen hülye volán kiképzés, nem? A Jóska, meg akarsz dögleni? Jó. Gyere busszal. Jön a sorompó, meg a hatelemi, aztán dur, 20 halott. Pedig azt mondták, takarékossági év van, ami felesleges, meg kell szüntetni. Na, mi a felesleges? A sorompó. Mert ha vonat jön, úgyis elzárja az utat, nem? Ha meg nem jön, minek a sorompó? Csak így meredezik. Én meg irigykedek. Hagyjál már engem! Aludj el szépen, kisem. Na most csak! A leges most még szebb jön, várjál. A távolságot, jaj, mint üveggolyót, megkapod. Szép jövő vár rád, mi? Figyelted? Pénzről szó nincs. Elvtárskám, távolságot kapsz. Így ekkorál te. Ide bele meg két üveggolyó, azt mehetsz, amerre látsz. Képzeld el, bemenni az ABC áruházba vezető kutyáddal, és a pórázánál fogva így megpörgetni, azt, hogy az eladó maga mit csinál? Mit csinálnék? Körülnézek. Aludj el szépen, kiserten. Pedig téged ösztönözni kell, tudod? De nem a Népszabadságban, a pénztárban. Nem ugyanaz. Láttam mind a kettőt. Az egyik nem ugyanaz. Téged itt bele kellene avatni ebbe az egész buliba, nem tudom, ismered-e? Tengerjáró hajó éttermében, cigán zenekar, muzsikál, megy a bazsava, hogy köl. Hajó meg kell süllyednünk. Mindenki rohanna, menekülnek, ez be a prímás a korlátnál, nyugodtan cigizik, hogy... Pail, mail. Érve, air, mail, a... Égésföld, égésföld. Na, a hajó... Megy kusztóékhoz, és képzeld el, azt mondja a kontrás, ha te meg vagy őrülve, te bibas. Hát így csigarettázol, miközben süllyed a hajó. Mit idegeskedsz a tied? Aludj el szépen, kicsit.
Na most várjál, most aztán a még legesleg még szebb jön. Tűzoltó leszel. Vagy katona. Na egy lényeg, akár ez, akár az, arra valaki meg dolgozni is kéne, senki nem gondol. Habár a katona az már utat épít. Ezt se értem, te. Az utak nálunk állandóan fölfagynak ebben a kemény, sarki télben, tudod? Svédország, Dánia az ilyen mediterrán vidék. Ott a hó olvadva esik, ha akarod tudni. Itt meg minden szarrá fagy. Egyszerűen. Kocsival a múltkor mentem egy ilyen úton, képzelj. Egy számoltam a gödröket. 10 méterekként, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na mondom, akkor ez az M7-es. Képzeld, de olyan, mint a magyaros csokoládé. Már kezdtem megszokni, hát nálunk ilyen az út. Amikor az út hirtelen ilyen sima lett, mondom, mi az? Hát én hülye, átmentem Ausztriába. Valógy értékeny. Na most, a leges most még szebb jön, várja. Vadakat terelő, juhász leszel. Kis Tihand, te meg etesd azt a ronyszemű édes anyádat, de ne engem. Egy, a vadakat nem tereli senki. Kettő, a juhász meg pláne nem. Három, titeket terelnek, de vadul az. A közgazdászok is. A közgazdász mondja meg, hogy mikor kell menni, meg hogy merre. Múltkor is, képzeld el, elindultunk. Mentünk, odaértünk, nem ott volt. De hülyék, hetente megyünk másfele. Hát nem, hát ennyi irány már nincsen. Azon se lepődnék, meg valamerre mennénk, aztán már jönnénk szembe. Na, drágáim, nagyon drágáim. Milyen drágáim lesznek, várjátok csak. Szóval, nálunk most gazdaságilag rossz. Egyik haverom ment Amerikába pereputtyához, és mint a rokonok azt kérdezték tőle, hogy hát otthon, hogy éltek? Jól. Na, de hát bővebben? Nem jól. Szóval nálunk most gazdaságilag rossz. De nem most lett rossz. Csak most vették észre, tudod? Ez olyan, mint amikor a gyereknél a guminadrág kilukad. Nem akkor ment bele, amikor kijött belőle. Az összefüggéseket kell tisztán látni. Kis hazánkban 30-valahány éve játszanak szovjet filmeket, és úgy kezdődik minden szovjet film, hogy a film elején egy fiú meg egy csinos kislány így állnak. Kezdik be a kalapács meg a sarló, és így fordulnak be. Az emberek. Ki ez a szerszám? És 42 éve senki nem jelentkezik.
Köszönöm szépen. Éljen Rákosi, éljen Rákosi, éljen Rákosi. Ugye, hogy abba hagyom.